Stilférész hangjától volt hangos a Nyíregyházi Sátor utca. A NyírVV Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték a tavaszi városrendezési munkálatokat a megyeszékhelyen. A gajazások és a főkertészsel egyeztetett fakivágások az egységes városkép kialakítása érdekében történnek. Közel 4 millió négyzetméter felületet kezelünk, ez 2 millió négyzetméter körülbelül, ami a belterületi, és 2 millió négyzetméter, ami a külterületi területeket érinti. Nyilván ehhez a szükséges emberállományunk, illetve gépparkunk rendelkezésre áll. A falombokat felnyírják, összeszedik a téli időszakban összegyűlt avart a Józsa városban. A nyírvévi munkatársai a közterületek takarítását is elvégzik, a játszótéri eszközöket is karban tartják, és az egynyári növények kiválasztása is megtörtént. A virágok kiültetését az időjárástól függően március végére tervezik belvárosból indulunk kifelé a külsőbb területek felé, elkezdődnek a cserjágyások, gyommentesítési munkálatai, illetve elkezdődnek hamarosan még a tavalyra áthúzódó növénytelepítési, illetve fatelepítési munkálatok is. Ilyen lesz például a Család utcán megépült két körforgalomnak a növényekkel, cserjékkel történő betelepítése, illetve a Kávin térren a tavaly elkezdett rekonstrukciót fogjuk tudni befejezni. Az utcai padokat és a közterületi szemeteseket, pavilonokat is felújítják. Ezeket az utcabútorokat a tavaszi munkákkal párhuzamosan helyezik ki újra a közterületre.